Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. December 12-e van, Gabriella és Bulcsú névnapja. 434 éve meghalt Báthori István erdélyi fejedelem, Lengyelország királya. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Szerbiában 5679 személy koronavírus tesztje lett pozitív egy nap alatt. Az Amerikai Egyesült Államokban engedélyezték a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának alkalmazását. Hamarosan lezárul a moholi Novák Radonics általános iskola felújításának első szakasza. Összegyűjtötték a migránsokat Észak-Bánátban. Csökkenni látszik az egy nap alatt nyilvántartásba vett új koronavírusos esetek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 16.886 teszteltből 5.679 személy lett pozitív. A halottak száma is kevesebb. A legfrissebb adatok szerint újabb 48 beteg hunyt el a kór szövődményeinek következtében. Kórházban jelenleg 8.744 pácienst kezelnek, közülük 318-an vannak lélegeztetőgépen. Az illetékesek emlékeztetnek, hogy az előző hétvégéhez hasonlóan most is zárva tartanak a vendéglátóipari létesítmények és egyéb üzletek, kivéve az élelmiszerboltokat, a gyógyszertárakat és a benzinkutak üzemanyagtöltő részlegeit. Rendkívüli a járványhelyzet a tartomány területén, ugyanakkor úgy tűnik, hogy magas esetszám mellett stabilizálódni látszanak a napi adatok, jelenti a Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Azt írják, 1484 új beteget vettek nyilvántartásba egy nap alatt Vajdaságban, a legtöbbet ismét Újvidéken. 41.101 aktív, jelenleg is fertőzött személy van a tartomány területén, Újvidéken 11.000-nél is több, Pancsován 4.200 felett, Szabadkán 2.800 felett, míg Nagybecskereken 2600-nál is több aktív esetről tudnak. A nagyobb városokban kritikus a helyzet Vajdaságban. Továbbra sem javul a szabadkai járványhelyzet. Jelenleg 186 koronavírusos beteget kezelnek a Szabadkai Közkórház COVID részlegein, tájékoztatta az egészségügyi intézmény. Az elmúlt 24 órában 73 tünetekkel rendelkező beteget vizsgáltak meg a kórházban, és 17 páciens tartottak benn kórházi kezelésen, míg 22 eddig ott lábadozó személyt otthoni karanténba küldtek. A kórházban fekvő betegek közül 20 személy állapota súlyos, közülük 16-an szorulnak mesterséges lélegeztetésre. Megteltek a kórházak, az egészségügyi rendszer pedig túlterhelt az illetékesek szerint Szerbiában. Az országban jelenleg több ezer ember szorul kórházi kezelésre a koronavírus okozta szövődmények miatt. A dél-szerbiai kórházak némelyikében már csak pár kórházi ágy maradt szabadon, de Vajdaságban is egyre tarthatatlanabb a helyzet. Az egészségügyi rendszer túlterheltségéről beszélt Milika Ásanin a szerb közmédia reggeli műsorában. Az elmúlt héten csak a szerb fővárosban 45 ezeren jelentkeztek felső légúti tünetekkel, a belgrádi közegészségügyi intézet adatai szerint. A szerbiai klinikai központ igazgatója elmondta, a központ fertőző osztályán naponta 350-400 beteget vizsgálnak meg, közülük 15-20%-nyian kórházi kezelésre szorulnak. Egyes gyógyintézményekben már csak a sürgős eseteket tudják fogadni, ezért a Batajnicai Covid kórháznak hatalmas jelentősége van a tehermentesítés szempontjából. Svi zdravstveni kapaciteti su bili jako prenategnuti. Otvaranje ovakve jedne bolnice sa ovakvim kapacitetima je značajno podiglo krivu bolničkih kapaciteta ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Čini mi se da smo kupili vreme dok ne osjetimo prve povoljne efekte ovih protivepidemijskih mera koje se već primenjuju i nadam se koje počinju da poštuju naši građani. Szerbia már az év végéig megkaphatja az első koronavírus elleni védőoltásokat. Erről beszélt szombaton délelőtt Ana Brnabić. A szerb miniszterelnök hozzátette, a média félreértelmezte a napokban a védőoltással kapcsolatban tett nyilatkozatát, miszerint Szerbia 2021 végén jut majd vakcinához. Sem videla neke napise u medijima koji nisu tačni, dakle, da pojasnim to, izvučen je deo mog govora izlaganja na Međunarodnom danu ljudskih prava. Dakle, Republika Srbija će, kao što i predsjednik Aleksandar Vučić najavio i obećao i kao što sam ja o tome pričala, biti, da potvrdim i danas, biti jedna od zemalja koja će dobiti prve vakcine protiv koronavirusa.
Leszögezte, Szerbia több céggel is tárgyal, ezek közül van olyan, amely már az idei év végére ígéri az oltóanyagot, egy másik, a média által kiemelt cég pedig a jövő év negyedik negyedévére tudja eljuttatni a kívánt mennyiséget. 5047-tel emelkedett egy nap alatt a koronavírusos betegek száma Magyarországon, derül ki a ma reggeli hivatalos tájékoztatásból. A fertőzés szövődményeinek következtében 162 többségében idős, krónikus beteg halt meg, így az elhunytak száma 6784 főre emelkedett. Jelenleg 7807 koronavírusos beteget ápolnak a magyarországi kórházakban, közülük 610 vannak lélegeztetőgépen. Mától egyébként a magyar kormány felfüggesztette az idősek vásárlását, idősávját, hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tumultus az üzletekben. Az amerikai élelmiszer és gyógyszerengedélyeztetési hivatala engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását az Egyesült Államokban. Washington további 100 millió dózis koronavírus elleni vakcinát vásárol a Moderna gyógyszeripari cégtől, ezt a cég jelentette be tegnap. Az FDA 95%-os hatékonyságúnak minősítette az oltóanyagot, a vakcinát 16 éven felülieknek adhatják be. Az első mintegy 2,9 millió dózissal főleg egészségügyi dolgozókat és idős otthonok lakóit fogják beoltani. Donald Trump amerikai elnök a bejelentésre reagálva közölte, hogy kevesebb mint 24 órán belül megkezdik az emberek beoltását. Elmaradnak a karácsonyra remélt enyhítések Ausztriában. Az osztrák kormány péntek este döntött a karácsonyi és szilveszteri ünnepek járványügyi szabályairól. Ezek szerint marad az este 8 és reggel 6 óra közötti idősávra vonatkozó kijárási korlátozás, és a találkozásokat két különböző háztartás között 12 főbe maximalizálták. Ez alól kivételt csak szenteste és karácsony első napja jelent majd, amikor 10 felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek találkozása két napig megengedett lesz. December 31-én ugyan egy napra feloldják az éjszakai kijárási korlátozást, de a 6 felnőtt, 6 gyerek találkozási szabály életben marad. Ezen túlmenően a frekventált helyeken, szabadtéren is maszkot kell majd viselni. Több mint 71,5 millió a koronavírussal fertőzöttek száma a világon, a gyógyultaké pedig 49 millió, olvasható a worldometers.info oldalon. A halálos áldozatok száma több mint 1 millió 600 ezer. A SARS-CoV-2 vírus okozta COVID-19 nevű betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 16,3 millió fertőzött volt, 302 ezeren haltak meg, és több mint 9 millióan gyógyultak meg. Második helyen India, a harmadik helyen pedig Brazília áll a beazonosított fertőzöttek száma tekintetében. A jövő héten vajdaság szerte véradási akciókat szervez a Vajdasági Transfúziós Intézet. Hétfőn Versecen és Verbászon, kedden Mitrovicán és Síden, szerdán Pancsován, Újvidéken és Zomborban, csütörtökön Nagybecskereken, Törökbecsén, Verbászon, pénteken Zentán és Begecsen lehet vért adni. Arról, hogy pontosan hol gyűjtik a vért a településeken, a Transfúziós Intézet honlapján a www.transfuzia.rs oldalon lehet tájékozódni. Hétfőn kezdődik a minimálbér kifizetése a turizmusban és vendéglátásban dolgozók számára, nyilatkozta a Sinisa Máli szerb pénzügyminiszter. Szavai szerint 72,5 ezer dolgozó kapja meg a szektorban a 30.367 dinárnyi összeget. A turisztikai irodákban, az autókölcsönzőkben, a hotelekben és a vendéglátóipari egységekben dolgozók kapnak támogatást. Ennek oka, hogy a koronavírus járvány miatti korlátozások leginkább ezt a szektort érintik és okoznak számukra bevételt. Kiesést. A mostani kifizetésre 2 milliárd dinárt különítettek el a köztársasági költségvetésből. 2022-re befejeződhet a Moravai Korridor egyes szakaszainak kiépítése, mondta Ana Brnabić. A szerb miniszterelnök ma megtekintette a beruházáson zajló munkálatokat. Brnabić hangsúlyozta, a 2021-es költségvetésben 330 milliárd dinárt különítettek el a különböző nagy beruházásokra. Ana Brnabić kiemelte, a Moravai Korridor az egyik legfontosabb beruházás az országban, mivel ez lesz az első digitális autópálya Szerbiában, ami azt jelenti, korszerű optikai és digitális kábelekkel, ingyenes internettel és tájékoztató kijelzőkkel lesz ellátva a közlekedési folyosó. A miniszterelnök elmondta, bízik abban, hogy a folyamatos fejlesztések még több külföldi befektetőt vonzanak az országba.
Ovo je prvi naš digitalni koridor, ali ne i poslednji. Mi smo sada krenuli od ovog i pripremamo jedan zaključak za vladu koji će obezbediti da mi sada polako pretvaramo sve naše autoputeve i koridore u digitalne autoputeve i koridore, da paralelno sa tim sa Ministarstvom za telekomunikacije gradimo i te digitalne puteve. Dakle, potpisali smo prve ugovore za 34 naselja za ruralni, širokopojasni internet i imamo ambiciju do 2025. godine čitava Republika Srbija bude pokrivena najmodernijom infrastrukturom. Az építkezés 745 millió euróba kerül. A tervek szerint 4 év alatt fejezik be a Moravai korridort. Mi moramo određena kašnjenja koje definitivno postoje da maksimalno ubrzamo. Moramo da se vratimo na primarne rokove koji su uspostavljeni. To jednostavno za nas nije uopšte pitanje. Imamo dosta vremena. Postoje objektivne stvari koje moramo da uvažimo, ali to je nešto što smo prinuđeni da prevaziđemo i da u budućnosti nastavimo kako smo započeli na početku. A Moravai koridor 112 kilométer hosszú lesz, és Közép-Szerbia több városát is összeköti majd. Kruševácot, Králjevót, Trösteniket és Vrnyacska-Banyát. Ez azt jelenti, hogy kapcsolat lesz a 10-es és a 11-es közlekedési folyosó között. Hamarosan lezárul a moholi Novák Radonics általános iskola felújításának első szakasza. Egyebek mellett megújult az iskola központi fűtése, valamint a tornaterem és az iskolaudvar is. A munkálatok az év elején kezdődtek, és várhatóan december második felében fejeződnek be. Az iskola felújítására már nagy szükség volt. Annak épülete nem csak oktatási, de kulturális szempontból is fontos. A munkálatok összértéke 131 millió dinár, amelyet a szerb kormány biztosított. Az első szakaszban az iskolaudvar szépítésére helyezték a hangsúlyt, emellett a sportpályákat is felújították. Pored toga je napravljeno iz 8. oktobra su parking mesta i iz ulice Bratstva jedinstva će isto biti do kraja decembra gotov ulaz, što je predviđen za ulaz isto dece u školu. Pored spoljni terena urađena je komplet sanirana mala fizkulturna sala i prednji deo dvorište. Az iskolában jelenleg 373 diák jár, akik magyar és szerb nyelven folytatják tanulmányaikat. Emellett felnőtt oktatást is tartanak az intézményben, illetve mindkét nyelven működik fejlesztő tagozat, valamint napközi oktatás is. A következő lépés az iskola épületének teljes felújítása lesz. Itt mindent szeretnének felújítani, ahogyan mondani szokták, egészen a pincétől a padlásig. A tervek szerint ez már a következő év első felében elkezdődhet. A nemzeti közösségeknek a nyitott kérdéseket az államintézményekkel partnerségben kell megoldaniuk. Ezt dr. Pásztor Bálint mondta a Tanyugnak a szerbiai nemzeti közösségek helyzetével kapcsolatos kérdésére. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakció vezetője szerint az előző években sokat tettek a kisebbségek helyzetével kapcsolatos politikai körülmények javítása érdekében, de ennek a jobb megvalósítása hiányzik. Što se implementacije tiče, uvek može bolje, ali mislim da nekih velikih otvorenih problema u smislu da država probleme ne želi da rešava nema i to ne postoji, ali predstavnici nacionalnih manjina treba kroz institucionalno delovanje da signaliziraju koji su problemi i onda te probleme treba rešavati. Illegális bevándorló gyűjtöttek össze a szerbiai belügyminisztérium emberei Észak-Bánát területén ma reggel. Majdányi és Rábi térségéből szállították el az említett számú migránst. Piroti, Divljanai és Béla Palankai befogadóközpontokba helyezik el őket, áll a belügyi tárca közleményében. Az illetékesek hangsúlyozták, a cél az, hogy biztosítsák a polgárok személyi és anyagi biztonságát. A ma reggeli akció egyébként Horgosra is kiterjedt, onnan 140 illegális bevándorlót szállítottak el.
Jutros pripadnici policijske uprave Kikinda zajedno sa pripadnicima žandarmerije pružili su policijsku pomoć komisarijatu za izbjeglice i migracije, gdje su sa područja Majdana i Rabea dislocirali oko 170 iregularnih migranata. Na ovaj način policijska uprava Kikinda zajedno sa žandarmerijom pokazala je da će i dalje nastaviti da pruža maksimalnu ličnu imovinsku sigurnost građana na ovom delu, u ovom delu Banata. Annak ellenére, hogy a hatóság emberei szombat reggel elvittek 170 illegális bevándorlót, dél körül újra lehetett találkozni migránsokkal Majdány és Rábé központjában. A helyiek szerint a helyzet szinte tarthatatlan. A majdányiak szerint a bevándorlók gondokat okoznak a településen. Leszedik a katárkákról, vagy górri, hogy ki, hogy nevezik, léceket, mindent. Hát üres házakat tönkretesznek, csak azt nem tudom, hogy miért cirkuszolnak, bevernek ablakokat, ajtókat, leszednek, és utánuk, ha elmennek, az utánuk jövők megint. Mindjárt házat tönkretesznek. Ma, ami van épületanyag, leszedik a tetőket, tüzelik a faanyagokat. Ez a falu egy nagyon szép kis falu volt, nagyon szép kis falu volt. Domonkos Eszter állítása szerint az udvarába másznak be rendszeresen a bevándorlók. Nagyon félünk. Nem csak én, nem az én magam nevükben mondom. Idősek vagyunk. Ebben a faluban nagyon kevesen vannak fiatalok. Nagyon. Mind idősek. És félünk tőlük, de nagyon. Zárkódzunk. Nem merünk kimenni. Stábunk ott járt, akkor felpakolt, több esetben takaróba burkolózott bevándorlókkal találkozott. Nem tudunk kimozdulni már a faluból. Többen vannak háromszor, mint mink a két faluba. Most is már ma 6 busszal vitték el őket, meg a rendőrség. Most is zargassa őket, láthassák végig, amit vannak a rendőrök is. A szomszédok tele vannak, minden, ami csak üres ház van, az mindegyik tele van. Úgyhogy itt vannak körülbelül 5-600-an. Minden nap tele van az utca, meg az üres házak, meg minden. Úgyhogy nekünk már nagyon, nagyon rájuk vagyunk múlva. A szerb-magyar-román hármas határ közelében fekvő Majdány lakói szerint jó, hogy a rendőrség elszállítja a bevándorlókat, de azok folyamatosan visszatérnek. Állításuk szerint a migránsok sokszor taxival érkeznek. A Nemzetpolitikai Államtitkárság folyamatos kapcsolatban áll a diaszpóra magyarságával. Minden magyar számíthat ránk, mondta a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Szilágyi Péter a kanadai diaszpóra képviselőivel folytatott online beszélgetésen kiemelte, 2018 óta szervezik meg a hétvégi magyar iskolák találkozóját, amelyre idén februárban 28 országból 111 intézmény vezető és oktatási felelős érkezett. Kanadából 15-en vettek részt a találkozón. A rendezvény évről évre nagyobb népszerűségnek örvend, jegyezte meg a miniszteri biztos. Jelezte, hamarosan elérhetővé válik egy új tananyag megosztó online felület, amelynek célja, hogy a világ összes hétvégi magyar iskolája a diaszpórában magyar nyelvet tanító pedagógusa segítséget kaphasson az anyaországtól. Jelenleg mintegy 250 hétvégi magyar iskoláról tudnak, mondta. Mint mondta, 2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz, a programok jelenleg kidolgozás alatt állnak. Az egyes programok új köntösben, új elemekkel frissítve folytatódnak, mondta. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Az Újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ szakcsoportjainak munkájára is rányomta bélyegét a koronavírus járvány. Online formában tartották meg idén a Minden gyerek művésznek születik elnevezésű képzőművészeti tábort. Szerbia kulturális öröksége elérhető az interneten is. A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium a Google kulturális szolgáltatásával együttműködve a szerb köztársaság kivételes jelentőséggel bíró helyszíneit mutatja be online keretek között. Az audiovizuális könyvtárba többek között a Studenica Kolostor, a Szerb Matica Galéria és a Szabadkai Zsinagóga került be eddig. A Google művészetek és kultúra alkalmazás segítségével magas felbontású kép- és videóanyagokat tekinthetünk meg otthonunk. Az érdeklődők világszínvonalú előadásokat és kiállításokat is láthatnak, de akár virtuális tárlatvezetésen is részt vehetnek.
Az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ szakcsoportjainak munkájára is rányomta bélyegét a koronavírus járvány. Március óta akadozik a működésük, a legújabb járványügyi intézkedések bevezetése óta pedig szünetel is az aktivitás. A tagság azonban nem tölti tétlenül a napjait. Habár a Mimóza kézimunka csoport tagjai jelenleg nem tudnak összejárni a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban, otthon továbbra is szorgosan készítenek különféle alkotásokat. Mink, akik kézimunkára járunk, nem tudunk csak úgy tétlenül ülni otthon. Muszáj valamit csinálnunk, valamit kieszelünk, kiokoskodunk valamit, és akkor így eltelik az idő. Habár nagyon hiányzik. 49 tagot számlál a Mimóza, és a járvány előtt minden hétfőn összejöttek több mint 30-an. Az alkotás öröme mellett jelentős szerepet játszik a társalgás is, amit nagyon hiányolnak, akár csak a tea délutánokat, táncesteket és egyéb aktivitásokat. Jól érezzük magunkat, kézi munkát szeretem csinálni, élvezek benne, és akkor társaság is nagyon megfelel, megértjük egymást, elbeszélgetünk egymás problémájáról már, ami érdekli ezt a mi korunkat. Novemberben a Petőfi Napok keretén belül a kézimunkacsoport egy rögtönzött kiállítást is bemutatott. Emellett készülnek egyéb jövőbeli eseményekre is, mikor a körülmények majd újra megengedik. Szövetségi kiállítás kellett volna az idén, hogy Csókán legyen, de a helyzet miatt elhalasztották, és azt jövőre tartjuk meg, és mi pedig 2022-ben Újvidéken lesz a nagy kiállítás, ahova szintén nem csak az a 21 néhány csoport, hanem azt hiszem, hogy 50 valahány csoport van a szövetségnek tagja, és azok is jönnek, sőt, még Magyarországról is meghívnak egyik-másik csoportot, és részt vesznek nálunk. Amióta a járványügyi intézkedések keretében bevezették a 17 óra utáni zárvatartást, a Petőfi szakcsoportjai is szünetelnek, mivel többnyire késő délután tartották az összejöveteleiket. Azért nem álltunk le teljes egészében. A Mimóza kézi munkaszakcsoport például a Városi Művelődési Igazgatóságnak köszönhetően a hagyományaink kiállításon részt vesz, amely a Duna utca 6 alatt, 6 szám alatt található. Itt a különböző kézműves termékeket tekinthetik meg az érdeklődők, és ezek a termékek megvásárolhatók. A nyáron befejezett és átadott új épület szárnyba bevezették a fűtést, áramot és vizet is. A jelenlegi helyzet enyhülésével használni is tudják majd a szakcsoportok. Online formában tartották meg idén a Minden gyerek művésznek születik elnevezésű képzőművészeti tábort. A szervező Csókai Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület szerette volna megszakítani a több éves hagyományt a járványhelyzet ellenére sem. Az elkészült alkotásokat egy kiállítást is készítettek, amelyet az Egyesület székházában korlátozott létszámban tekinthetnek meg az érdeklődők. Összesen 15-en jelentkeztek a foglalkozásokra. Az alkotások témáját szabadon választották a résztvevők, akik különféle technikával dolgoztak. A tábor november elején tartották meg, a két hét alatt több művet is készíthettek a fiatalok. Ja sam iskren uvek i mogu da kažem da sam sa jednim delom prezadovoljan, a da postoji jedan mali deo mene koji bi želeo više. Ja težim kad nekoj drugoj dimenziji kad je umetnost u pitanju. To je to što je falilo nama, da imamo konkretan i direktan odnos sa detetom dok radi. Mi to nismo imali. A tábort először egy fiatalokból álló csoport szervezte meg. 4 évvel ezelőtt, hosszabb kihagyás után a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület vezetősége élesztette fel a kezdeményezést. Új profilnak is teret adtunk, és azt gondolom, hogy ezt jól tettük, annál is inkább, mert mernek jelentkezni olyan diákok, akik érzik magukban a tehetséget, de nincs kihöz fordulni, hogy kibontakoztassák azt. És mi most megtaláltuk azokat az oktatókat, akikre számíthatnak, és így tervezzük azt is, hogy a jövőbe folytatni fogjuk.
a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket a tartományi, oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárságnál nyert támogatásból vásárolták a szervezők. Az elkészült alkotásokat korlátozott létszámban tekintheti meg a nagy közönség az Egyesület nagytermében. Pozitív lett 3 hópárduc koronavírus tesztje az Egyesült Államok beli Louisville-i állatkertben. Az állatok jó egészségnek örvendenek. Gyenge tüneteik vannak, mint például légzési nehézség és száraz köhögés. Az állatkert igazgatója szerint a hópárducok felépülnek majd a betegségből. A hivatalos közlemény szerint az állatokat egy ott dolgozó tünetmentes ember fertőzhette meg. A hópárduc a 6. állatfaj, amely megfertőződött a vírussal. A jelenlegi ismeretek szerint a párducok nem fertőzhetik tovább az embert. Drónokat is bevet a Természetvédelmi Világszövetség a koalák élőhelyének helyreállítására. Rengeteg állatfajt, köztük több mint 60 ezer koalát sújtottak a 2019-2020 nyarán Ausztrália szerte pusztító bozót tüzek, áll a WWF által kiadott jelentésben. A szervezet a koala populáció megerősítése érdekében drónokról szétszórt eukaliptusz magok segítségével koala folyosók létrehozásával próbálkozik. Emellett regenerációs terven dolgozik, amelynek keretében 2050-re az ország keleti részén élő koalák számát szeretnék megduplázni. Tovább melegszik az északi sark térsége. 2019. októbere és 2020. szeptembere között volt az elmúlt 120 év második legmelegebb éve. Egy Alaszkában dolgozó klímatudós szerint egészében véve a történet egyszerű. Már folyik az északi sark melegebbé, kevésbé fagyottá válása és élővilágának átalakulása. Az elmúlt 12 hónap jelentős változásai között szerepelt, hogy a műholdas megfigyelés kezdete óta a tengeri jég kiterjedése a második legkisebb mértékű zsugorodott. Szeptember 15-én 3,74 millió négyzetkilométer volt. A tengerjég egyúttal vékonyabb, frissebb, törékenyebb, és a jelentés szerint az eltűnő jég hozzájárul a sarkvidék felmelegedéséhez is, mivel a napfény behatul az óceánba, ahelyett, hogy visszaverődne a vizet borító jégrétegről. A Jeges-tengeren augusztusban 1-3 Celsius fokkal volt melegebb a tengerfelszín középhőmérséklete az 1982-2010 közötti átlagnál. A felmelegedő víz az északi sarki szárazföldek feletti levegő melegedésével is kapcsolatban van, ami a Jeges-tenger partvidékén szintén a jégolvadásához vezetett. A szibériai rekordmeleg a térségben súlyos erdőtüzeket okozott és hátráltatta a Jeges-tenger befagyását. Csak helyenként számíthatunk napos időre térségünkben. Az előttünk álló napokat a felhős, ködös, esős időjárás jellemzi majd. Holnap ugyan borongós lesz az ég, de hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap is. A hét első napja ködös, párás idő lesz. Reggel akár fagy is kialakulhat, délután pedig 3-9 fokra van kilátás. A hét közepéig kitart a felhős, borongós, párás idő, azzal, hogy néhol erős szél is kialakulhat. Fronthatás jelenleg nincs térségünkben, de a sokfelé borongós, fényszegény időben fáradékonyság, rossz közérzet, alvászavar, dekoncentráltság jelentkezhet. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma 1-es Abu Dhabi nagydíj időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. A 23 éves pilóta idén először pályafutása során harmadszor indulhat az első rajtkockából. Verstappen mögött a Mercedes-szel versenyző finn Valtteri Bottas zárt másodikként, míg harmadikként a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője végzett. Az 55 körös Abu Dhabi nagydíj holnap 14 óra 10 perckor kezdődik. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Szerbiában 5679 személy koronavírus tesztje lett pozitív egy nap alatt. Az Amerikai Egyesült Államokban engedélyezték a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának alkalmazását. Hamarosan lezárul a moholi Novák Radonics általános iskola felújításának első szakasza. Összegyűjtötték a migránsokat Észak-Bánátban.
Köszönjük figyelmüket! További hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, vigyázzanak magukra. Szép estét, viszontlátásra!